Edzője Deli Rita nem békét meg a kereskedelmi tévés szerepléssel, amit ő cica arc miatti szakításként jellemzett. Szerződés bontott Kucsera Tápai Szabinával a bajnoki hatodik helyzet Fehérvár női kézilabda csapata, amelytől így 108 tavalyi gól távozott. Hát hogyan tovább? Szabina válaszol mindjárt, szia, jó reggelt kívánok. Jó reggelt! E, azért azt mondtad a tv hogy az miatt Jé, távoztál Fehérváron, és akkor Delirita a jobban karmol, mint te, vagy pontosabban az edzőnek mindig erősebb a karma? Hát az igazság, hogy ugye a média aztán nagyon szépen belekapaszkodott ebbe a megfogalmazásba, csak, csak talán ez illetre az egyik terapeutám ezt a szót használ felhasználta is a, a szituációra. hány terapeutád van? <laughs> Nem ilyen nagy turkász terapeuta. Hát igazából nem, nem jó volt köztöttünk a kommunikáció, nem tetszett neki az, igen, hogy a, a médiában szerepelek, és hát ezt így szépen lassan tudatta velem. Ö, azt gondolom, hogy a teljesítményemre nem lehetett panasz, amit ahogy említetted, is 108 gold lőttem, azt hiszem, hogy a csapatban így második lettem, mert az utolsó három-négy meccsen már nem tudtam játszani, tehát azt gondolom, hogy teljesíteni teljesítettem, neki ez nem fért bele a koncepcióba, így, így hát elváltak az útjaink. Ö, egyébként most tényleg szóval érdemes ezt a, egy ilyen női féltékenység konfliktusra ö, egyszerűsíteni? Ö, mert hogy korábban ö, az, hogy te már előfordult, hogy szerepeltél ö, a nyilvánosság előtt, meg a gazdaságban, a bulvárban, ilyenfajta edzői szigorral nem találkoztál még? Az egész karrierem alatt ö, nagyon nehéz volt ez, tehát az edzők azért nem jól tolerálják azt, hogyha egy, egy sportoló valamilyen szinten szerepel a médiában, nem szeretik. Ö, azt gondolom, hogy a pályafutásom közepén volt is ö, olyan szituáció, hogy mondjuk esetleg a válogatottságom ezen múlott, hogy, hogy esetleg a válogatott edző ezt nem tolerálta jól. Én ezen már túlléptem. De az akkor az nem női-női probléma volt. Nem, nem az nem női volt. A jelen helyzetben egyébként ugye novemberben kezdtük el a tévében vele az együttműködést, és uh, nyilvánvaló, hogy én ezt közöltem a klubba, sőt engedélyt kértem rá, amire uh -huh. kaptam is engedélyt, uh -huh. akkor még a Bakoboton volt az edzőm, az edzővel is és az elnökkel is ezt uh, megkonzultáltam, engedélyt kaptam rá, uh, tehát így így a rita, uh, amikor már az edzőnk lett, én ezt már csináltam, de ő ezen nem, nem akart túllépni, tehát ő, ő neki ez teljesen nem fér bele a, a, kézi, a kézilabda pályafutásba. Na most egyébként, hogyha Bármennyire is fegyelmezett, szorgalmas vagy a sportolói munkádban, és ugye mindig igyekeztél az lenni, lövöd a gólokat, nem késel nyilván e, e, próbálsz teljesíteni, sőt, túl teljesíteni. E, azért ez nehéz ügy, nem? Mármint, hogy a figyelem, hogy fejbe megoszlik. Tehát arra gondolok, hogy ha empatikus akarsz lenni, akkor megérted-e a másik oldalon a trénereket, ha te lennél tréner. Oh. Abszolút, tehát ezt ne uh -huh. is egyezzük uh -huh. ki egy oldalra, uh -huh. hogy most ki hibázott, ki nem hibázott. Szerintem mind a két félnél, tehát én is hibáztam, és azt gondolom, hogy az edző is, ha, uh -huh. ha ki lehet ilyet uh -huh. mondani ebbe a konfliktusba, mert uh, igenis én elindítottam a stúdiómat egy éve, van egy családom, van egy kisfiam, uh, ugye elkezdődött a tévészereplés és a kézilabda. A Fe, Fe Fehérvári női bekem ne? És uh, nyilvánvaló, hogy sokan ezt úgy érzékelik, hogy szakadsz. Én egy maximalista nő vagyok, tehát éppen ha a kézilabdát csináltam, azt száz az százalékkal próbáltam, uh -huh. minden edzésen, minden meccsen ott voltam, és azt csináltam. Ha a szabad időmben meg azt gondolom, hogy hogy beleférhet más is. És, uh, és egy dologban azt gondolom, hogy viszont nem hibáztam és nagyon sok sportoló beleesik abba a hibába, hogy a sportolói karrierje alatt nem kezd el azon gondolkodni, hogy mi lesz utána, és én most ülhetnék itt siránkozva, depresszióba, ö, rengeteg ilyet lehet hallani, hogy mondjuk valaki abba hagyja uh -huh. a, kéz, a kézilabda, vagy bármilyen sportolói pályafutását, és komoly depresszióba, kórházba, stb. kerül, mert ugye megszakad az a, az a burok, amiben, amiben ő volt, kilögték onnan, és akkor már nem fogják a kezedet, hogy jaj, de jó, majd segítünk neked, és, és én emiatt is örülök, hogy én igenis, már 25 éves korom óta gondolkodtam azon, hogy mi olyat kezdjek el, ha bármi történik, akkor a sportolói pályafutásom alatt, után ne legyen ez a nagy zuhanás. Azt mondják, hogy ebben, hogy a váltás ne legyen zuhanás, és ne legyen csalódás, és burokból való keserves kikerülés, ebben mekkora tényező volt, és mekkora segítséget jelentett az, hogy te vállaltál gyereket? Mm mindenféleképpen a gyerek után visszamenni kézilabdázni sokkal nagyobb, más, sokkal nagyobb boldogság. Te már a kézilabda ér, az örömből, örömből, kézilabdázol, nem stresszelsz annyit. Egyébként sem voltam az a típus, aki annyira pánikolós lenne a kézilabda de, de akár egy rossz pillanat után, ha te hazamész a gyerekhez, az tényleg egy akkora szeretet bombon, hogy, hogy ugye elfelejtesz sokkal könnyebben negatív csalódásokat, akár a mostanit is, akár a kézilabda pályán csalódásukat Uh -huh. Na de most akkor innentől kezdve, ugye a, van egy ember, aki gondolkodik azon, hogy mi lesz majd utána, amikor élsportó lesz, tesz is érte, meg hát van gyermeke is. Mindezek mellett, meg az edzők ugye sokszor úgy tekintenek, hogy nekem olyan élsportolóra van szükségem, aki, aki semmivel nem hajlaga foglalkozni, csak azzal, hogy a pályán és a pályán kívül, és csak az legyen az egyetlen gondolata, hogy széttépünk mindenkit, és a legjobbak leszünk. Ez Na most, innentől kezdve viszont, uh -huh. hogyha te szeretnél kézilabdázni, szeretnél még kézilabdázni? Most van bennem egy kis kettősség, én, nagyon csalódtam ebbe az egész szituációba, most nem tudom jelen helyzetben, tehát most úgy érzem, hogy abba hagytam. vannak lehetőségek, tehát egy Keresnek. keresnek, viszont nyilvánvaló, hogy engem Budapesthez köt tehát nagyon most nem sok minden. Szegedre, nem fog... meg mit tudom én. Nyilván, én... nyilván igen. Úgyhogy távolabba. ezt még, ezt még át fogom gondolni, de visszatérve az előző dologra, <coughs> nagyon nehéz, mert tényleg én is azt, a, azt kaptam, hogy ugye 100%-ban a kézilabdára koncentráló játékosokra van szükség, ez volt az egyetlen egy indok, meg nyilván a tévé, a, a, ami miatt nem félek bele a, 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 koncepciójába az edzőnek, és viszont kérdezem én azt, hogy, hogy és, és most például én egy ilyenen gondolkodom, hogy szeretnék egy olyan még nincsen teljesen kialakulva bennem egy, vagy egy szervezetet, vagy egy menedzsmentet, ahol esetleg profi szakemberekkel, pszichológus, menedzser, kommunikációra fel, stb. segít abban, hogy mondjuk egy ilyen sportoló hogyan tud majd integrálódni a civil életbe, mert ott vagy 30-35 évesen, és lehet, hogy van diplomád, egy-kettő-három tanultál mellett, de nem csináltál semmit, beadhatod te az önéletrajzodat bárhova, pont nem fogja, nem fogja érdekelni az embereket, hogy te már nem tudom, mit értél el a sportba, mert a civil szféra egy teljesen más dolog. És nekem egy ilyen dolog fordult meg most a fejemben, hogy egy ilyen tímet szeretnék összehozni, aki segít majd az élsportolóknak, hogy ne a depresszió legyen, ne a, 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 a nagy csalódottság, akár a férjemből is kiindulva, hogy én láttam, hogy a fél évig nem tért magához, mert neki nem volt olyan koncepciója, ami nem induljon, hogy, hogy ne legyenek ilyen csalódó sportolók, hogyha abba kell hagyni egy csodás karriert. Na igen, és ráadásul én nálatok ez is nehezítette, hogy, hogy élsportoló házaspárról beszélünk, nála történt, ami történt, egyik napról másikra kikerült be. igen, e, igen. tehát vége lett a történet. Ugye ezt mondom, tehát hogy a burokból tehát kiloknak, addig a még ott uh -huh. vagy, ugye elvárja a, a tím, Ez hogy neked nem tehát... volt dupla teher, hogy neked, neked őt is kellett ilyen értelemben rángatni, hogy vállalni érte többet, nem? I igen, igen, az is. Tehát, hogy amíg a burokban vagy, addig elvárják, hogy 100%-ban legyen mellette is állnak, de aztán abból kilöknek és ott hagynak. A férjemre visszatérve pedig ö, nyilvánvaló, hogy a tévészereplésünk szereplésünk amiatt indult el, mert láttam, hogy, hogy ő nem nagyon tud magával mit kezdeni, Aha. jött ez a lehetőség, és igazából én beszéltem arra rá, és, és, és nem is bánom, hogy ott lehet, hogy a karrierem ebbe került, hogy induljunk el, csináljuk ezt, mert láttam rajta, hogy valamivel ki kell rángatni őt abból a, 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 a rossz érzésből, akár mondhatom egy pici depiből is, uh -huh. amiben akkor került, és én láttam, hogy a férjem utána kezdett fölépülni újra. Tehát én nagyon hálás vagyok a tévének, hogy, hogy, hogy akár ez a házasságunknak is, is jót tett, hogy, párterápia ahogy... volt a tévé. Igen, igen. Tehát, hogy lehet, hogy nézzük viszont... Egy, nézzük egy kicsit előre, mert hogy úgy látom, hogy te mindig próbálsz előre nézni. Igen, igen. E a televíziónak van egy olyan tulajdonsága, ugye a mákony jellegű tulajdonsága, egy kicsit talán ebben hasonlít a sportoshoz, hogy bekerülsz, ugye pörget, e érdekes vagy, lehet, hogy utána kevésbé vagy érdekes, és akkor ugye de behetsz a spirálba még jó néhány kör. Tehát amikor az ember belekerül a televízióba, akkor azon kell törni a fejét, hogy utána mi lesz. Igen, ugye? és erre mondom azt, hogy nekem mellette ott a vállalkozás. Ott a vállalkozásod is. a vállalkozás, és hogy feltétlen... újab, egy újabban töröd a fejedet, ami meg ugye a saját. Igen, tehát én e... egy elég ilyen céltud, céltudatos nő uh -huh. vagyok, tehát hogy én nem szeretek így ülni a babérjeimben, én mindig gondolkodom, hogy mit lehetne, hogy lehetne. Nyilván a tévé is egyébként egy ilyen közeg, hogy bevesz, tök jó még ott vagy, felemel, és aztán nyilvánvaló, hogy ha már nem kell lesz, akkor szintén kidob, mindegy, fuga. Igen. tehát ezek ilyen, ilyen dolgok. Ezzel, ha az ember tisztában, van, és jól éli, meg jól alkalmaz, jól használja, akkor ö, nincsen ugyanúgy csalódás. Azt gondolom. Na most, én még vissza a kézilabdára és uh -huh. a sportra. Azért te el tudod-e képzelni magadat, a, ugye az, hogy játszál esetleg, edzésben maradjál, mozgolj, sportolj, adott esetben, ha adódik egy lehetőség mégiscsak, és belefér az életedbe, akkor csináld, akkor én úgy gondolom, hogy azért azt, ha belefér, akkor megragadnád, ez már nyilván nem az NBA egy első 3-4-5 helyén álló csapatnál lehetséges, nekem úgy tűnik, de mondjuk másba, kézilabda, amikor már nem játékos az ember. Uh -huh. Na van egy csapata, vagy, ö... vagy edzősködik, vagy gyerekeket nevel, vagy, vagy akadémiája Igen. van. Én valahogy az edzősködésben soha nem gondolkodtam, nem, nem érzem magamat erre rátermetnek. termetnek, ö, viszont, viszont ö, azt gondolom, hogy így a kézilabda körül akár kommunikáció, vagy vezető, vagy, vagy bármilyen marketing, ö, az ilyen jellegű, az nagyon érdekel, ilyet is tanultam, ö, de az edzősködést azt is kizárnám. Azt Jó, amúgy klubvezető lennél, lenne egy edződ, lenne egy vezetőedződ, akit meghívnának egy, egy tévéműsorba szerepelni, akkor mit elengedném. elengedném. Elengedném, mert tudom, hogy, hogy rengeteg pluszt az, az ember életében, tehát hogy ez nagyon sokat segít a családodnak is, kapsz a negatív kritikákat, nyilván meg, a megosztó dolog ez az egész, de, de ebben nem lát bele senki igazán. Aha, hát akkor jöjjenek a következő tervek, majd meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.